Nagy szeretettel köszöntöm a Sláger FM visszapillantó című műsorának nézőit. Hogyha nem iratkoztatok még fel a Sláger YouTube csatornájára, akkor már jó helyen vagytok, csak a feliratkozás gombot nyomjátok meg, illetve a kis csengetjük mellette. Mi pedig nagyon boldogok leszünk, köszönjük szépen. Szerintem sok kis gyermek álma, hogy vagy kukás, vagy tűzoltó autó, vagy mentő autó sofőr legyen. Hát, hogy ez álom-e, ami beteljesült, erről kérdezem Őri Kis Zsoltot. Szervusz! Szervusztok, köszöntöm a nézőket. Álom. Igen? <laughs> Abszolút álom, én azt gondolom. Én, én, ha, ha egy kicsit beszéltek magamról, vagy, vagy saját... mindenképpen. Uh, nekem gyerekkori uh, kép, hogy, hogy én, én, nekem a mentőautó. Volt ehhez nyilván családi, uh, meg személyes kötődésem, de, de én nem, a, nem csak a rosszat láttam, mert hogy a családban betegség volt, és többször, és akármi, hanem hogy ú, hát ezek nagyon jó fejek velik megjönnek, hát akkor még fekete ruhába és sapkába egy ilyen fehér autóból, de hogy ilyen nagyok, mély a hangjuk és jó fejek. Szóval, gyere öcsi, nem lesz semmi baj, itt egy fecskendő. Meg, tehát, hogy gyere, megmutatom a mentőautót. Meg, és mindig volt egy jó szóval, jó fejés, és mondta, hát én ilyen szeretnék lenni. Kaj ez lett. Akkor ezek milyen autók voltak? Nizza. Aztán láttam, még emlékeimben van a Latvia. Uh, és hát akkor már volt Mercedes is, de hát az a, az a full high-tech dolog volt. Az már a 308-as volt, vagy melyik volt az a Mercedes? Igen, igen, és akkor utána jöttek, ha jól emlékszem, a 2010-esek, a, a amik, amik egy ilyen érdekes konstrukciók voltak, mert uh, Uh, ugye német volt, de DDR uh, összeszerelés, tehát ifa, IFA, feliratok voltak felfedezhetőek pár hely, de egyébként nagyon szerettük, mert, mert azért abban meleg volt, szervó, ha jól emlékszem, már nagyon rég volt, az nem annyira, uh, uh, legalábbis a kormánynál, de meleg volt, klíma se volt. De nagy volt, meg szép volt, meg jó volt a hangja, meg egyébként a mai napig nekem sokszor, ha azt mondom, hogy mentő, meg rohamkocsi, akkor ezek, ez a kép ugrik be. Bár a meg szebbek, meg modernebbek, de valamilyen mégis az. Illetve hát a robúr. A robúr, amit Hát azt talán így vágóképekkel látszik, hogyha valaki nem látta, még tavaly előtt jártunk az Országos Mentőszolgálatnak a mentőmúzeumában, és ott egy nizát próbáltunk meg belehelni, kisebb-nagyobb sikerrel. Végül sikerült beindítani. Aztán leállt, és nem sikerült újra beindítani, de kipipáltuk azt, hogy sikerült beindítani, és hát ott megnéztük a roburt is. Ezzel is volt egy kalandod, majd erre is térjünk ki. Ez ugye egy berendezett, jóformán egy ilyen intenzív osztálynak tűnik, tehát mindenhol ilyen fiókos szekrények, de ez valahol elképzelhető így 2023-ban, hogy ezt például mire használták. Tényleg igaz az, hogy kivitték a... Most is igaz, meg sőt, még többet fejlődött a technika, de akkor ezek voltak a világon az elsők, azok az autók, akik az intenzív osztályos felszerelést kivitték a helyszínre, és ott tényleg minden ott volt ezt mosolyogva hallgattam, meg úgy figyeltem, és amikor, amikor a legutóbb is utaztam ebbe, meg vezettem ezt az autót, és hátra mentem, hogy döbbenten nézem, hogy atya isten ez mekkora, és hogy ez a mostaniak eltörpülnek mellette. Egyébként minden tiszteletem a a régi gépkocsi vezetőknek, mert szervó, meg ami sávtartó, meg ESP, meg ezek mind a kezükbe, lábukba volt benne, úgyhogy, és ezt a kocsit lemosni naponta, az borzasztó lehangoló lehet, mert az iszonyú nagy felületek mindenhol, úgyhogy a mostani autókat pikpak lemosjuk, de azért ez, ez, ez egy nagyon nagy autó. Hát a másik része meg, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a roburral nem tudom, mi, mit szállított az ember, hát az egy ügy. Vagy mondjuk egy olyan mercivel, vagy mondjuk a Nizára gondolunk, hát az egy, az egy elfoglaltság, nyilván nincs szervó, meg Igen, szervórás Igen. segítés a féknél. Na de amikor időre döngetni kell vele a városban, tehát ott, ott, azért megjön a faktor, hogy azért ez hogyan néz ki. Amikor te kezdted, mennyiben volt más mondjuk a városi közlekedés tehát, hogy mennyit változott az utóbbi időben az, hogy a forgalomban haladjál, nyilván most mások a körülmények is. Én azt érzem, hogy jó irányba változott. Én, én 2000-ben kezdtem, nem volt. Az egy érdekes szakasza volt, mert akkor, akkor megjöttek már a, a, az erős és, és nagyobb teljesítmény autók a mentőszolgálathoz is. De de a közlekedésben is megjött a sok nyugati, a jól szigetelt autó. Több is lett az de akkor autó. Akkor még a HS-ek voltak, nem? Bőven. De igen. HS-ek voltak, illetve hát a Mercedes Printereknek az első generációs autóik illetve hát akkor még a három tízes, kettő tízesek is előfordultak. És, és felgyorsult az egész, és nem, nem, nem a, 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 világ nem ment vele, tehát nem tudták jól észlelni, sok, sok baleset volt. A megkülönböztető jelzéseket használó járművek vezetőinek én azt gondolom, hogy nagyon kellett figyelni. Most is kell, de valahogy most szerintem nagyon sok propaganda indult el ez ügyben, a média ezt felkarolta. Több ö, ö, szervezet, ö, mint a katasztrófa-védelemrendőrség, és természetesen a mentőszolgálat komoly kampányokat indított, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mivel tudják a mi munkánkat segíteni, és szerintem ez célba is ért. Nem győződöm minden megszólalásról, amikor lehetőségem van elmondani azt is, most sem hagynám ki, hogy a közlekedési társaságok ö, szakemberei azok. Ö, nagyon komolyan segítik a munkánkat. Tényleg érezhető az a profizmus, az a rutina, hogy ők már nagyon messziről jeleznek, észrevesznek minket. A, 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 a mozga, ha nem kötött pályás járművel vannak, akkor a mozgásukkal már terelik a forgalom többi résztvevőjét, hogy menjünk, menjünk, mert itt jön valaki. És nem tudom mindig elmondani, hogy ez olyan jó, mert hogy mi nekünk nem az a lényeg effektív, hogy 160-nal menjünk el a síneken. Nem, nem is szabad de, de hogyha nem kell mindig megállni, és folyamatosan tudunk haladni, akkor egy 10-15 kilométeres vonulás alkalmával ezek a másodpercek nagyon sokat nyerünk avval, hogy nem kell mindig megállnom, hanem egy folyamatos haladásra tudok menni, és mindig azt mondom, hogy akkor közösen segítünk annak, aki bajban van. Ez jó. Ugye itt az Alkotás utca, Márvány utca sarkán található a stúdió, az épület, és ugye itt az Alkotás utcán most talán ott valami átalakítás van, itt volt egy mentőbázis, de hát itt rendszeresen azért mennek a mentőautók, döngetnek, és milyen érdekes, amit mondtál rögtön, beugrott az, hogy számtalanszor látjuk azt, hogy például a villamosok, ahogy jönnek, és ugye a villamos itt tudtok haladni, mert ugye itt ilyen burkolt villamos van, Igen. és a, amikor szembe áll a megállóban a villamos, és elindul alulról a villamos, akkor megvárja, hogy te el tudjál venni, vagy ti el tudjatok menni a két villamos között, és utána folytatja az útját, vagy még megfogja a kereszt irányú forgalmat is szinte. Tehát, van, hogy van, annyira, van. annyira, figyelnek. Ez tényleg azért valahol egy ilyen lélekemelő dolog lehet. Egy nagy bevallással tartozom, mert hát nem tudom, a megfelelő, azt hiszem, ez a megfelelő hely, hogy meggyonja. Egyszer a Hungária körúton haladtam a belsősában, szólt a zene elég rendesen. És hallottam, hogy szirénázik egy mentő. a rádiót, és sehol nem láttam. Néztem körbe, és irgalmatlanul szirénázott. Majd egyszer csak észrevettem a középső tükörben, hogy 20 centire a lökhárítom mögött a belső és villog, és <laughs> rögtön lefutotta az Aha. egész életem, hogy te jó, atya úr is, legalább 10 másodpercig hallgattam, és nem láttam egész egyszer. Tehát pont valami olyan hely, úgy volt, tehát oldalsó tükörben nem láttam, a középső tükörben meg egész egyszer valahogy nem tűnt fel. És akkor tudom, hogy kihúzottam, lesütött szemmel, és hát nyilván kaptam ott egy kedves integetést a kollégától, teljesen jogosan, és elsüllyedtem szégyenemben. Na most ez is egy olyan szituáció, nem, lá... nem vettem észre egész egyszerűen, nem fogtam fel, hogy hol van. Számtalan olyan szituációt látni, amikor leblokkolnak az autósok, és nem tudják, hogy mit csináljanak. M menet közben is előfordul, de pláne mondjuk olyan szituációnál, gondolom én, ahol mondjuk egy piros lámpánál állnak. Igen, igen. A... Ugye. Sok mindenből fakad ez, nem, nem, nem értékelnék, vagy miért adnék senki, de a, a vezetők és a friss jogosítványra rendelkezők szerintem nem kapnak ehhez megfelelő tananyagot, nincs ez rendesen körbejárva. És sajnálom is őket, mert egy rutintalan gépkocsi vezetőnek, még, még egy rutinosnak is, hogy elmesélted, tud negatív élményt okozni, de egy rutintalannak, akinek egyébként a sávban maradás is egy erős koncentráció, az borzasztó lehet, mikor egy ilyen... X valamilyen sebességgel, egy mindenhol villogó, cikázó, üvöltő valami megérkedik, és egyébként ezért is fontos, és én, én, én azt tartom, hogy az igazán profi megkülönböztető jelzést használó gépkocsivizető, az pontosan az, aki tudja azt, hogy hogy rá, hagyni kell teret a, a kö, többi közlekedőnek, nem mindenkinek ugyanolyan az adottsága, és nem mindenki ugyanúgy reagál. Van, aki, van, aki egyből tudja egy ilyen helyzetből, mint amit elmeséltél, hogy ha időbe észre tudja menni, hogy, hogy, hogy nézi a forgalom többi részövét, hogy szétnyitunk folyosót csinálunk, vagy csak jobbra húzódnak. Tehát mindenki putatodok, van, aki gyakorlatilag ez a e, strussz politika, hogy ahol van. Rá tapos a fékre, ő nem csinál semmit, majd legyen valami. És behunja a szemét. <gül> <gül> Egyébként, ha szabad ilyet mondani, ez a legrosszabb. De, de nekünk az, tehát egyet nem tettünk meg, ne kreálunk egy szituációt, nagy hanggal, nagy fényen akármi, és utána azt mondjuk, hogy nagyon most oldja meg valaki. Nem, azt, azt nekünk kell az elejétől a végéig egy adott szituációt nekünk kell delegálni. És hát persze hát kihívás, mert van egy-egy egy ilyen nagyobb kereszteződés itt Budapesten, ahol egy pikpak 30-40 autó is ott van egy kereszteződésben, és azokat delegálni kell, és tudniuk kell, hogy mi mit szeretnénk. Hát ehhez kell az a tapasztalat, de nem, de nem mi vagyunk ebben, nagyon fontos, hogy a többi részvevő is segít. És nem az autósokra kell gondolni, vannak nagyobb veszélyforrások egyébként, amiről már kis filmek is szóltak. Szóval, hogy nem akarok elindítani lavinát, de kerékpárosok között is vannak, akik jobban hisznek a saját erejükben mint a valós fizikai dolgokban, pedig nincs körülöttük kaszni, aztán, aztán, aztán a gyalogosok között is. Benne a füles, ne, ugye? És igen, igen, igen. Piacnapok életveszélyesek, ugye a tankokkalak és az idősök, akik már nem úgy halannak, nem úgy látnak, és ők is veszélyben vannak, mert jönnek, nem figyelnek, úgyhogy nem csak az autósokkal van itt a baj, sőt. Kicsit azért ez az, a, ez az egójátéka is, igen. Tehát ö, azt nem tudom felfogni, amikor. Ö, amikor ugye ez a KRESZben is megengedett, hogy tilos jelzésen te kellő körültekintéssel behajtsak kereszteződésbe, hogy mondjuk a megkülönböztető jelzéssel érkező járművet elenged, hogyha ilyen szituáció van. Tehát ugye állok elsőként a piros lámpánál, és mögöttem már dudáltok, már minden gombot nyomtok, hogy takarodjak, és papa piros. Tehát, hogy én akkor nem megyek, mert én megtehetem, majd adok egy kövérgázt a X5-össel, és elhúzok előttetek. Tehát. Egyébként ilyen videó volt is, mert YouTube-on talán valami tűzoltóautó érkezik, ez egy külföldi videó volt, nem tudom, hogy nem láttad esetleg, és ott szegények ott e, e, légkültőnek mögötte, és, 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 ő, ő, így volt, ő megvárja, és azon hogy csodálkoztam, hogy, 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 milyen nyugodtak, hogy, hogy, mert azért itt Magyarországon lehet, hogy azt láttam volna, hogy a raj kipattam, megemelik, arébra, Eldobják. Érdekes egy dolog, igen. Hát talán a közlekedési kultúra is, bár nem feltétlenül egyértelmű az, hogy fejlődünk, vagy jó irányba haladunk, de, de talán egy picit változik már. Igen, és nagyon sok technikai plusz is van már a világban, Amik, amik az autósok figyelmét felhívják, eh, hogy figyelem, jön egy ilyen jármű, eh, vannak olyan eh, eh, hangsugárzók, meg olyan eh, eh, kijelzők, amik már ez, eh, fel tudják hívni a figyelmet ilyesmire meg. Eh, nálunk nyilván nem annyira, de hogy, hogy ezek nagyon nagy pluszok, meg, meg ezek, ezek nagyon jó dolgok. Nem is egyébként, egyébként nem is csak azért, hogy mert nekünk nem is mindig abból van a bajunk, nagyon erre hangsúlyozunk és persze a vonulásnál, hogy elengedjenek minket, de vannak még nekünk izgalmaink, amikor felmegyünk a beteghez, lejövünk, és akkor nem tudunk hozzáférni a kocsihoz, mert így ránk kell mondjuk, és csak állunk a hordágya, meg a különböző eszközünkkel, és viszont a tolató kamerával, meg a City Servóval val patentúra be helyezve a bármilyen típusú autó, oda csak nekünk kell akkor újra tervezni az egészet. Hogy... És hát mondjuk minusz mínusz négy fokba lehet, hogy kellemetlen egy beteggel, aki be van takarva meg, mit tudom én, de hát nekünk az a cél, hogy gyorsan tegyük be, minél hamarabb. És, hát hogy... és ti is tudjatok haladni, és Igen, igen, igen. Hát igen, az előrelátásban azért még van hová fejlődünk. Most meg volt az a része, hogy a közlekedés többi résztvevője, hogyan próbáljon megviszonyulni a megkülönböztető jelzésű járművel közlekedők irányába. Mi kell ahhoz, milyen képességek kellenek, és milyen effektív papírok kellenek ahhoz, hogy megkülönböztető jelzésű járművel közlekedjen az ember? Um. Alapvetően nagyon fontos az, hogy és talán ezzel is kezdeném, hogy a, a, a egy az mindenhova szükséges. Ez azért fontos, és azért emelném ki, mert ez, ez, egy pszichológiai, illetve reflex vizsgálat. Egyáltalán megnézik, hogy milyen gyorsan, mennyire kontrolláltan tud hatékonyan dönteni az ember krízis helyzetben. Én azt gondolom, hogy ezt szakemberek végzik, akik ebben jártassak, és, és, ezt el is kell fogadni, ha ők valamilyen határozatot hoznak. Egyébként ezt öt évre kaphatja meg egy maximum. Tehát meg kell újítani magyarán? Igen. Uh -huh. igen. Ez régebben, régebben visszavonásig volt érvényes, de egy jó pár évvel ezelőtt öt évvel behatárolják. Lehet, hogy nem is baj egyébként és nyilván kell tapasztalat hozzá, valamilyen vezetési tapasztalat. Ezt ott is bizonyítani kell, illetve nálunk a mentőszolgálatnál is. Tehát valamilyen gépkocsi vezetői előjelet az, az, szükséges. Azért mégiscsak rendkívüli szélsőséges helyzetekben kell közlekedni, döntéseket hozni. Drágák is ezek az autók, és mindenkit hazavárnak. Úgyhogy ez, e, 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 ezek biztos, hogy kellenek hozzá. Még ami biztos, hogy fontos, ha budapesti lakcím, vagy Budapesten szeretne valaki elhelyezkedni, hogy budapesti lakcím kell hozzá, erkölcsi bizonyítvány, az egészen biztos, hiszen az intim szférájába jutunk az embereknek, így tisztességesen azt gondolom, ez is a helyén van. E, és a lelkület az fontos. Tehát, hogy mert itt nem csak gépkocsi, úgy nevezzük a gépkocsi vezetőt, hogy gépkocsi vezető, de hogy itt, itt nem abból áll, hogy a, e, a, gyerekek megjöttünk, majd gyertek. Hanem és akkor ugyan... az ablakot, és hogy hát és igen, nem igen, mi igen, van igen. már? <laughs> igen, igen. Ennél egy kicsit több. <laughs> <laughs> igen, és akkor jó lenne igyekezni. Mert. De, de nem e, ugyanúgy részese az ellátásnak. Tehát ismeri a, sőt, hát az alapképzés része. Tehát, hogy egy főállásban érkező akár ápoló vagy gépkocsi vezető, az, aznak egy, egy hónapos képzésen kell részt venni, ami egyébként elég komoly, és, és nincs különbség a kezdő, pályakezdő ápoló és a gépkocsi vezető megmérettetések, ugyanazt kell tudni és egy hónappal később ő nemzetközi protokollokat ismer, eszközöket, fektetési módokat, pozícionálásokat, légút, egyszerű légút biztosításokat, defibrillátort kezel, felhelyez, kötődéseket tisztában van. Gyakorlatilag hihetetlen, de leszáll valaki, és bocsánat, hogy így kisarkítom egy, 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 nyerges billencsről, mondjuk, és és egy hónap múlva megérti azt, amikor arról beszélünk, hogy A, B, C, D, szerint vizsgálja a beteget, és pontosan fogja tudni, hogy melyik betűnél vagyunk kíváncsiak a vérnyomás értékekre, vagy mikor mér. Tehát, hogy ezek jó dolgok. De hát ott, ott, ott azért oda kell tenni magát az új belépőnek, hogy ezt el, el tudja végezni, és, és emellett párhuzamosan ugye a, a kocsizási gyakorlat van, ahol az anya állomásán tapasztalt gépkocsi vezető, mellett mondjuk egy gépkocsi vezető elkezdi megtanulni azokat a fordíkat, hiszen azért ritkán adatik meg minden vagy az új belépőnek, hogy már van tapasztalata. Itt azért ezt meg kell tanulni, és azért jönnek ide más tűzoltók, rendőrök, ilyesmi mellékfoglalkozásba hoznák, és nekik is meg kell szokni, hiszen ez egy, ez egy, más, ez egy magas súlypontú autó, másképp viselkedik, mint mondjuk egy, egy a sokat látott Skoda, vagy a rendőrautók. Tehát, hogy, hogy mindegyiknek megvan a kis saját jellemzője, ami, ami... vagy hát ugye itt az, hogy itt, 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 itt nem van a beteg hátul. Hogy... Na, ez egy nagyon érdekes. Pont erre akartam ö, rátérni, hogy igen, tehát, hogy megvan az, hogy me mekkora a súly, hol van a súlypontja az autónak, mennyivel dobott be a kanyarba, mert azért nagyon nem mindegy valóban. De, de amikor látod azt, hogy, hogy igen, 45-tel megy a mentő, és baromi óvatosan, és olyan, olyan finoman, mert, mert igen, tojásokat szállítunk hát. Szokták, előfordult már nyilván, hogy ö, ilyen esetben mondjuk van egy piros lámpás helyzet, ahol kicsit mondjuk mi, mi, mi őket, a, már mint, ha fogom, több, a forgalom részövét elmegyünk, és akkor ő nyilván utána hamar utolér, és akkor rosszalóan lesz egy-két megjegyzés, de hát én akkor mindig azon szoktunk mosolyogni, de lehet, hogy ő tényleg azt hiszi, hogy szédülünk, vagy, vagy, vagy nem. Jaj, nem, de nem, gyors Nem merjük, már nem. Nem merjük 45 fölé emelni, hát oka van, oka van ennek. Egyre ritkább ez is egyébként, de, de igen, előfordul, ez is mindig a beteg állapota határozza meg, hogy mi hogy fogunk onnan elmenni. Kifele menet, a gépkocsi vezető alanyjogon ugye használja esetfeladatkor ugye a megkülönböztető jelzést, eldönti, hogy hogy közlekedik. Onnantól kezdve viszont az a mentőegység vezetője nyilván utasíthatja, hogy ő mit szeretne. És igazából itt jön ki a rutin. Mi mi a, van maximális tempó? Vagy itt a, azért a józan belátásra az, a, az, ami elsősorban itt meghatározza azt. Igazából hogy mi... nincs, nincs leírva. Voltak voltak kezdeményezések, hogy a, a megengedett sebesség 30%-ával lehet meg. De én azt gondolom, hogy ez nem kivitelezhető. Hiszen, és most ez lehet, hogy az én számból nem is biztos, hogy de én azt gondolom, hogy én műsorban is én őszinte szeretnék lenni. Ha nem lélegzik a három hónapos, akkor én nem fogok számolni, hogy ha 70 lehet menni, akkor nem, akkor úgy fogok kimenni, hogy, hogy minél hamarabb időkodna. Igen. Nyilván, hogyha valaki, és mindenkinek a maga baja a legfontosabb, de ha valaki úgy döntött, hogy három sörre még két nyugtatót tisztik az ember. Na szóval, vagy... vagy igen, és megmutatja, akkor, hogy tud még baltát dobálni a haverok előtt. Tehát igen? igen, és akkor az ember ezt nyilván el tudja helyezni, hogy... Mennyit hova, rizikózol, hogy, mondjuk. Igen, igen, igen. igen, igen. Mindenkit hazavárnak, ezt el szoktuk mondani, de vannak azok, amik felülének. Tehát amikor egy másik mentőegység van bajban, vagy segítséget kér, vagy gyerek, vagy nehogy Isten és most bocsánat, nem is akarom rossz jelenbe elvinni, de ne Isten egy rendőr, vagy egy tűzoltó van bajban, vagy... Tehát, hogy az más... Na, az, az siet az ember, és vannak kiemelt prioritás egyes dolgok az emberek életében. Úgyhogy de, de tapasztaltak jók, jók, ami nagyon sokat vezetünk mi. Tehát egy évben, és nem akarok ilyen unalmas statisztikákat, de mi egy évben Uh, több mint 40 millió kilométert uh, megyünk uh, ugye az országos mentőszolgáltat, nagyon sok. Mondhatni. Uh, <gül> <gül> Igen. Igen. De, és de viszont szavunk nem lehet, mert a géppark jó, most már, tehát azért, azért, azért sokat fejlődött, meg, meg elkényelmesedünk ám el mi is. Tehát, hogy most, hogy mikor mondtad, hogy, hogy és akkor, én emlékszem, amikor még úgy, úgy mentünk, és a legrossz, én is sokszor tudok, hogy jaj, hogy mi volt régen, hagyjuk már, de az infúziót oda tettük az ablakba, hogy meleg legyen télen. Tehát, hogy, hogy a, a, a fűtés kellemesen, langyosan tartja. Most meg azért tényleg olyan autókba ülünk, hogy, 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 de utálom ezt a stoppot, de utálom ezt a sáv elhagyás, hogy rázza. Tehát az a, Mások nem. a problémák ah, ige, igen, ige, Hát és azt is említetted még az adás előtt, hogy hát a bal füled azért hagy némi kívánivalót maga után. Hát igen, mert amikor én még idejöttem, akkor ugye egy másfajta, most ez is egy nagyon, nagyon elitt egyébként. Bekapcsoljuk a a megkülönböztető jelzést megszólal a hang, és nyilván szűrődik be, de hát ha nem vennénk észre, akkor az autók mozgásából látjuk, hogy mi, mi használjuk. Régen azért ezt mi hallottuk a legjobban, mert ez a fejünk fölött, volt. Tehát az, az megrendítő volt, de akkor teljesen természetesnek tűnt. Mert ugye, hát a klíma akkor nem mindegyikben volt még és ugye letekert ablak nyáron természetesen, és ez, ez megtett hatást. Honnan lehetett tudni, hogy ki az, aki gépkocsi vagy ápoló, mert hát mint a, mint kakas a magot, hogy is forgatja a veszélytőbe a fejét, mert nem halad az egyik erre, a másik erre, ki hol ül. És így, igen. De most már ilyen minden, minden, most tényleg nagyon elit, nagyon jó. És kifele hangosak, az a durva. Tehát, hogy... Brutális, igen. Igen. Igen, én is ha kívül, ö, ö, ültem a kívül ültem a, most ahol dolgozom, az irodám az, az a központi mentolmás alatt van, és ha olyan a feladat, és egyből meg a forgalmi helyzet, és a doblokunk alatt felkapcsolják, még én is néha csak így, na, úgy. De van egy nagyon kedves új kolléganő, szegény, hát az, az minden irányba mozdult egyszerre, és, és akkor esetleg, úristen, ez tényleg megkorált szól, ez most volt a napokban. Hogy, hogy még szoknia terve. kell akkor de még egyéb, Igen, de egyébként érdekes, mert én magam is egy csomó, és egy csomó kollégám van, akik úgy végzik a, ezt a munkát, hogy ha a forgalom engedi, akkor lekap, ha például babakocsi van, vagy kisgyerek, akkor próbálunk rá figyelni, hogy nyilván nem mindig lehet. Meg nem is mindig veszük észre, olyan, de ha olyan, ha lehet, akkor mindig levesszük. Hogy azért gyerekkorától ne utáljon minket annyira. Ez hogy... pont nem is olyan rég volt, talán egy posztotok a, a, a hivatalos Facebook oldalatokon, egy köszönő levél egy édesanyja írta, úgy rémlik nekem, hogy nem olyan rég volt, hogy, hogy megköszöni a mentősöknek, mert hogy pont a nem tudom, teljesen mindegy, melyik útszakaszon, és hogy tolta a babakocsit, és hogy már látta a gyerek, hogy jön a izés, és befogta a gyerek a fülét, és hogy lekapcsoltátok a szirénát, amíg ott ah, elhaladtatok mellette, igen. és hogy mennyire jó fejek vagytok, mert hogy tényleg, hát gyereknek is nyilván, még az ingerek még erősebben érik, meg nem tudja feltétlenül hova tenni, azért az egy valóban egy megrázó valami lehet. Fontos szerintem, hogy azért nekünk kell valamilyen példát mutatni. De ezt, tudod, de ezt tudod mi, mint a beszélgetésünk elején, amikor elmondtad, hogy jöttek a nagy fekete kabátos bácsik, és milyen ja, jó ide, fejek ide, voltak, ide, ide. és nézd meg, ez, ez ugyanaz a sztori? Hát igen. Csak igen. eltelt azóta 40-x év, a más a géppark, már azok a gyerekek felnőttek, igen, de, igen. de ugyanaz a hozzáállás. Ha még egy picit visszamegyünk oda, hogy az alkalmassági, és, és nagyjából leírtad, hogy mik kellenek hozzá, ugye az, hogy van egy képzés, amiben ő sajátítja a, a mentésnek, illetve az betegellátásnak nyilván ezeket az alap ö, ö, funkcióit, ö, van, tehát, hogy ott azért előfordul, aki kihullik, tehát, hogy hogy egyébként tök, több kritériumnak tökéletesen megfelel, viszont ez már nem fér bele. Ez fontos, hogy derüljön ki. Mindenki érdekében, hogy hogy igen, vagy nem. És, és itt, 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 azt gondolom, hogy itt, itt ez, ez, fekete vagy fehér. Tehát, hogy itt nem is biztos, hogy szerencsés például legyen, hogy próbáld meg majd később, mert ha valaki negatív élménye lesz, és egyáltalán vagy, vagy nem olyan adottsága, például gépkocsi vezetőként, lehető egyébként jó, volt is erre példa, hogy, hogy szegény több sérülést okozott, és, és nem azért lett de eldöntve, hogy ő neki ez nem az útja, mert, mert kárt okozott csak, hanem azért, mert, mert, mert ha másba tesz kárt, akkor, akkor az még nagyobb baj nekünk is, a megítélésünknek is, úgyhogy valakinek megy, valakinek nem, egész biztos, hogy én sem tudnék tehát engem beállítanak egy konyhába, hogy most a menüvel én foglalkoznak, biztos, hogy évekig beszélnének róla. Tehát, hogy, hogy és akár ott is életek múlhatnának. <laughs> és igen, igen, igen. De minden azt mondanám úgy is, hogy kínai konyha. Bocsánat, nem is volt <laughs> szóval azért van, aki, igen, és a fekete fehér tehát hogy nincs ilyen próba, meg majd, majd belejössz, meg majd hozzászoksz, szóval nem, hanem, ez ne élesbe szokja meg a dolgot, vagy, vagy, vagy a klimatizáló. Igen, úgy, van egy fokhatatosság, tehát olyan nincs, hogy bejön valaki az ajtón, az első napja mondjuk a mentőautón, és azt mondják neki, hogy a kormány is azzal kapcsolódik. Nem, hanem először beül csak figyelj. Egyébként vannak ilyen trükkök. Nálam, ha nálam szekundált, vagy nálam jött a kezdőgépkocsivetettől, akkor a szegény mindig bepozicionált olyankor a jobb egybe, ugye az egység többi tagja ilyenkor hátra megy, mert hogy neki van prioritás, ebben neki kell megtapasztalni itt a dolgokat, és átvenni, meg ne, nekem átadni. Különböző mondtam, hogy ne, 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 ne oda, hanem hátra, az ágyra és először nem értette, és mondtam neki, hogy feküdj fel az ágyra, rögzítettük, teljesen megfelelően, és nyilván kivittem egy éleset, és hogy érezze meg, hogy mit érez a beteg, akinek mondjuk még fáj, bármi baja van. Én azt gondolom, hogy ez az első megtapasztalás, és ez jó volna. Uh, és aztán utána, utána elmagyarázzuk neki, mik az apró fortiok, mikre kell figyelni, aztán először elviszi az autót a kórházból, ha végeztünk, és az engednek az állomásra. Aztán utána már a beteggel elindul a kórházba, ő, de még nem használ meg különböző jelzést, és aztán a nap második felében, vagy hát kinek mennyi idő, amikor a, az instruktor úgy érzi, akkor odaadja neki a, a lehetőséget, de nyilván még akkor is hatalmas kontroll van fölötte, hogy akkor, akkor nézzük meg, hogy, hogy, hogy mire. Mert hogy ugye az, azért az egy hónap alatt annak ki kell derülni, hogy ő, ő, ő Igen, alatt. vagy nem. Uh -huh. Igen. És kerestek embereket folyamatosan, vagy hogy néz ki a, a felvétel mondjuk? Ugye alapvetően, alapvetően ez egy olyan, ez, hogy is mondjam szépen, ez mindig van fluktuáció, tehát nem, nem egy versenyszféra. És ennek megvannak az, az áldozatai, és, és vannak, aki abban az élethelyzetben van, hogy neki más. Mozdulni irányokra. kell. Hmm. Így van. Így van. Uh, és, uh, és van, van, de én azt látom, hogy jönnek folyamatosan jelentkezők, és, uh, és, és van, 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 érdeklődés a szakma jelent, ez fontos. Önként, van, aki önkéntesként uh, van, aki csak részállásban, van, aki azt mondja, hogy ő, ő minden. Ma, ma hát egy mai példám, ma jött egy kolléga, ma vagyunk egy castingon túl, ugye előttetek épp avval voltunk elfoglalva, és azt mondta, hogy ő mindent feladott. Tehát úgy mondtott, hogy most tehát ő úgy, úgy felállt az előző munkájára, pedig stabil volt minden, és azt is mondta, hogy neki most minden megvan, tehát van a lakhatása, minden elelégedett, megengedheti magát, és most már ő ezt szeretné. És akkor ő bejött, és így. Na, igen, szóval de jönnek. Az és mondtátok, ének, hogy... hogy sajnos nem alkalmas rá. Tudod, az az, az, az igazán szép happy end a történetben. <laughs> jó, nagyon szemét vagyok, na jó. Igen. igen. Szóval van, jönnek, és ennek körülök. Minden hónapban van képzés. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy van érdeklődés, ha minden hónapban mi képzést tudunk indítani. Ez, ez fontos. Nyilván ez tükrözi azt is, hogy azért mennek is el tőlünk, de hát. Jó, hát nyilván A legnagyobb egészségügyi szég az országnak. 8500 ember dolgozik a mentőszolgálatnál. Hogyha már egy ilyen toborzó videót is csináltunk, tulajdonképpen mert ebből az egészből, mert engem ez így érdekelt abszolút, és azt hiszem, hogy fontos erről beszélni. Mert hogyha azt kérdezem tőled, hogy mi a legszebb része a te munkádnak, akkor mit mondasz? Hm. Hát, hát tartozni a csapathoz. Mondhatnám azt, hogy segíteni, mondhatnám. De az, az természetes, és azt mindenkinek van, de felvenni az egyenruhát, az az, 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 gondolom, az jó. És ez a beszélgetés is nagyon jó volt. Őrik és voltak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és uh, eseménymentes szolgálatot? Vagy mit? mit mi? Ez, ez, a, ez a jó szó? Igen, úgy szoktuk mondani, hogy keveset. És akkor keveset. Mert dolgozunk jó, ha nem dolgozunk. Aha. Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm, itt voltál. Hogy jó itt munkát kívánok nektek. Sziasztok. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat nézni, iratkozz fel a Ságer FM YouTube csatornájára, és értesülj elsőként az új tartalmakról.